Trump megakadályozhatta volna az amerikai hadsereg csúfos kivonulását Afganisztánból, ez áll abban a 12 oldalas jelentésben, amit a Fehérház tett közé csütörtökön, és ami az Egyesült Államok leghosszabb háborújának befejezését vizsgálta. Joe Biden kormánya elődjét Donald Trumpot nevezte meg felelősként, azt állítva, hogy Joe Bident súlyosan korlátozták Trump döntései. Elég azt megnézni, hogy mikor vette át a hivatalát Joe Biden. Nem Biden tárgyalt a tálibokkal, nem Biden hívta meg őket Camp Davidbe, nem Biden engedett szabadon 5000 elítélt rabot, nem Biden csökkentette az afganisztáni amerikai haderő létszámát 2500-ra, sorolta John Kirby. Joe Biden adott körülmények között lett elnök, nem tudott változtatni, azzal kellett megbirkóznia, amit Trumptól örökölt. Az összefoglaló szerint Biden hivatalba lépése idején a tálibok ellenőrizték Afganisztán területének több mint felét. Donald Trump is reagált, azt írta, hogy a Biden kormányzat új dezinformációs játékot játszik, hogy elterelje a figyelmet a saját durva inkompetenciájáról, fogalmazott a korábbi elnök.